Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Rendkívüli asszály sújtja a magyar gazdákat. Felmérések szerint mintegy 100 mm csapadék hiányzik a földekről, a szaktárca megoldást ígér. Erről és még sok mindenről beszélgettem Zászlós Tiborral, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökével. Tartsanak velünk! Szép jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm Zászlós Tibort, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökét. Üdvözlöm. Üdvözlöm mindenkinek. A pandémia idején számtalan kérdés merül fel, de nyilvánvaló, hogy nekünk elsősorban azzal kell foglalkoznunk, hogy hol tart most a magyar mezőgazdaság, és hát sajnos kiderült, hogy a szárazság, az asszály sokkal nagyobb károkat okoz, ha úgy tetszik, mint a koronavírus jelen esetben. Valóban úgy van, hogy szélsőséges a helyzet ma már ebben a kérdéskörben? Nagyon szélsőséges a helyzet, és annak ellenére, hogy az elmúlt évek tavaszai sem kényeztettek el csapadék vonatkozásába bennünket, az idei úgy szintén minden átlagot alulmúló volt, hogy így fogalmazzak, hiszen itt van április vége lassan, és 90 milli körül van az összcsapadék mennyiség Fejér megyében, és van országrész, ahol még ennél is kevesebb. És amikor a tavalyi időszakban azt mondtuk, hogy március végéig alig esett 50 milli, ott az április már elkezdte hozni magát. Április már csapadékosabb volt, a május kimondottan bő csapadékkal rendelkezett. És ez azért nagyon veszélyes, ez az áprilisi haszály, hiszen látjuk a repcetáblákat, amelyek most virágoznak, hogy kezdtek el virágozni. Úgy, hogy azokon a kitett területeken, ahol már nem volt víz, ott elkezdett bimbózni, elkezdett virágba szökkenni, és heterogén módon, ahol még a táblán belül voltak vízfoltok, az még tartotta magát. Tehát pont azt jelenti, amit szoktam mondani, hogy a növény genetikailag kódolva van. A növény úgy van kódolva genetikailag, hogy akár egy magot is, de hoznia kell, szaporodnia kell, és amikor limitálva van a víz, akkor átkerül egy más fenofázisba, átkerül egy vegetatív szakaszból, egy generatív szakaszba, ahogy magot termeljen. Most természetesen egyszer nem egy magot fog termelni, de ez az a természeti kényszer, ami hajtja a növényt, és ez mutatja, hogy egy csapadék késve jöhet. Mert amikor már átkerült egy generatív szakaszba, akkor ugye a magtermés, a magtermelés a fő cél, annak a növesztése, és már nem lesz több mag. Ugyanígy a búza vonatkozásába, tudjuk, az ősz, úgy repcében, mint búzában, nagyon kedvezően alakult. Nagyon szépen teleltek át a növények. Na de a tavalyi tőosztódás, okrosodás, ez a búzánál azért nagyon alul maradt. Tehát bár még nagyon sokat lesz kint a repce is, meg a őszi kalászos is, bizony-bizony komoly terméskiesések várhatók, és hogyha napokon belül nem lesz bőséges csapadék, akkor még a kelések is hiányosak lehetnek, hiszen a tavasziak nagy része orba kerül. És nem győzöm hangsúlyozni azt, ahol télen is, idén is sok helyen láttuk, hogy föl volt szántva a talaj, nem volt lezárva, nem volt elmunkálva, hogy ott hány milliméter ment a szelek szárnyán a légkörbe. És ez a csapadék is, és nyilvánvaló abszolút értelemben is, nagyon hiányzik ma mindenkinek. Fejér megye még a talajok szerkezete, cserén azon talajok vonatkozásában viszonylag kedvezőbb helyzetben van, ezt ki is tudják a gazdák használni. Még a vetések nagy része hát nedvesebb talaj részbe kerülhet, de ez napról napra sajnos negatív értelembe változik. Tehát nem csak a pandémia az, ami most sújtja a termelést, és sújtja a mezőgazdászt, akár input oldalról, akár pedig a kiszállítási oldalról, hanem ez a természeti környezet, amelyik ha idén még így bekopogtat a mezőgazdaság vonatkozásába, akkor bizony nagyon komoly problémák elé nézünk. Annak ellenére, hogy maga a pandémia és ez a vírus helyzet olyan
rangfokú összefogást mutat az agráriumban, itt figyelembe véve a minisztériumot, állami szervezeteket, a köztestületeket, figyelembe véve szakmaközi szervezeteket, példamutató. Mindenki, Magyar Állattenyésztő Szövetségtől kezdve a kamaráig összeállította azt az információs bázisát, ahol szinte azonnal följönnek a központba azok az információk, amiben intézkedni kell a kormányzatnak. Azt kell látni, hogy szerencsére soha nem látott gyorsasággal reagál a minisztérium azokra a problémákra, amiket a gazdák felvetnek. Természetesen van objektivitás, akár a beszállítási anyagoknál, akár pedig a kiszállításoknál, hogy akadoznak a vírus probléma miatt, de azért a szója is beérkezik. Még akkor is, hogyha a GMO-mentes szója vonatkozásában vannak a legkomolyabb hiátuszok a beszállítás tekintetében, de a GMO-s szója azért megindult, és itt van, mint fehérje takarmány az országban. Ugyanez vonatkozik kiegészítő anyagokra. Legfeljebb azt kell látni, hogy nem minden egyes szállító és beszállító rendelkezik mindig minden termékkel. Tehát váltani kell akkor beszállítót, mert mindig található az országban olyan, amelyik biztosítani tudja gyakorlatilag az igényünket. De ugyanez vonatkozik a kiszállításra is, már beszéltünk a húsvéti bárányról, amelyik azért csak kikerült az országból, és ami megmaradt, az a JERKE támogatással nagyon szépen szükséges is, hogy az állományt pótolja, és az anyaállatoknak a létszáma újból növekedésnek induljon Magyarországnak. Ugyanez vonatkozik a tejre is. Az Olaszország vonatkozásába, ugye a korlátozódtak is bizonyos értelemben a szállítások, azért a magyar exportőrök megtalálták a volt jugoszláv köztársaságok felé, Románia felé az utat az export tej levezetésére. És itt van a hazai lehetőség is, hiszen UHT tejből, sajtból, tejporból azért növelték a kapacitást, még hogyha próbaüzemen is van az alföldi tejnek a debreceni gyára. De hát tipikus példa erre a Óvár tej, amelyik a mozzarella helyett azonnal elkezdett félkemény sajtokat gyártani, tehát egy nagyobb hozzáadott értékű terméket, amely jobban eltartható, és nem azonnali fogyasztásra szükséges. És nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy Magyarországon a felvásárlók nem csökkentették a tejárat, tehát a feldolgozók alapvetően nem csökkentettek tejárat. Nyilván, hogy az pótpiaci tejár, az változott, de hát az minden tavasszal is szokott változni, legfeljebb a mértéke most a pandémia miatt nagyobb, de ezek a termelők azért ezt a kockázatos utat választották, tehát azok a szerződéses kapcsolatok, amik jelenleg is működnek nagyrészt a ország tejtermelői vonatkozásába, azok szerencsére felértékelődtek, fontosak, és fontos az a kapcsolat, amit a feldolgozó a termelővel tart, illetve hát nyilvánvalóan a piacokkal, és ha megnézzük, akkor nem árasztotta el még a kiskereskedelmi multinacionális áruházláncokat sem az importtej, pedig azért nagy nyomás fog Magyarországra nehezedni, hiszen akár sertéshúsba, akár a borpiacon bizony olyan feleslegek vannak Európában, hogy ennek a levezetésére meg fogják célozni az országot, és ebben bizonyos intézkedésekre és vevői magatartásra van szükség, hogy ne azután nyúljanak majd a vevők, hiszen minden egyes liter más országból megvett borral, kiló hússal, hát ugye azt az országot támogatjuk a saját gazdáink helyett. Egyértelmű az is, hogy a röviden rátási láncoknak a szerepe nagyon felértékelődött és felértékelődik, hiszen itt a gyártótól egészen ugye a vevőig
a rövidenlátási lánc miatt nyomon követhető az áru, annak a minősége, beltartalma, minden, amire szüksége van a vevőnek. És fontos is az, hogy a vevőt mindig tájékoztassuk arról, hogy honnan származik az az áru. És ezeket a bizonyos kis zászlócskákat oda kell tenni a tőkehúsokhoz. Hogy lássa mindenki, és tájékozódjon arról, hogy milyen húsféleség az, ami a pultban van. Ez nagyon fontos. A vevő akkor tud tudatos lenni, hogyha tájékoztatva van. Ha nincs tájékoztatva, akkor nyilvánvaló, hogy másfele koncentrál. De ugyanez a helyzet akár a húsmarha húsánál is, amit tudjuk, hogy rőtvörös, és hát abból az aspektusból kiindulva, hogy annak idején a tejelő marha húsát is tőkehústként árulták a húspultokban, bizony, aki tejelő marhának a húsát vette meg tőkehúsként, és semmiféle konyhatechnikai eszközökkel nem tudott borhanyós húst készíteni belőle, az bizony elhajlik ma már afelé, hogy hát a halványról színű fiatalabb állat húsát várja a pultokon, holott a húsmarhának a húsa nagyon jól elkészíthető, nagyon nagy kulináris élményt ad, csak hát egyszerűen tájékoztatni kell ugyancsak a vevőt arról, hogy ez milyen tőkehús, netán tejelő marhájé vagy húsmarhájé. Még egy kicsit térjünk vissza két fontos kérdésre. Az egyik a vízkészlet fizetési járulékmentesítés iránti igény, illetve az az önök által beterjesztett javaslat, miszerint tartósan vízhiányos időszakot jelöljön ki az agrártárca. Így igaz, a vízkészlet járuléknak a fizetésének a kedvezményes lehetősége már belépett a szályos időszaknak, a kijelölése, megnevezése pedig folyamatban van. Azt kell hangsúlyoznom, hogy Magyarországon az a terület, és ez szél is volt még a pandémia előtt is, ahol öntözhető berendezések vannak, és azokat viszonylag elfogadható költségszinten meg lehet újítani. Az a legelső lépés, hogy itt újra öntözésre kerüljön sor, és az öntözés területeknek a bővítése az továbbra is elsődleges cél, hiszen ebbe a klimatikus időszaknak a változásába, ebbe az aszályos időszakba bizony nagyon-nagyon fontos, hogy külső vízforrásból, külső vízforrást felhasználva is lehessen pótolni azt az óriási vízhiányt, amelyik most már bőven 100 mm fölött van. Tehát gondoljuk el, hogy a talajaink most már lassan 100-130 mm csapadék híján vannak, és ha a felső réteg valamennyire meg is ázik, a altalaink orzanak a szárazságtól. Tehát az öntözés, mint termésbiztonság, ennek az alapfeltétele rendkívül fontos, és ehhez a kormányzati szándék teljesen megegyezik a kamarájéval, teljesen megegyezik a növénytermesztőkével, hogy igenis ezt támogatni kell, de más ágazatok vonatkozásában is az életbetartás és az újraindítás rendkívül fontos szereppel bír, és teljes fogadókészséget látok a kormányzati szinten. Tehát úgy is fogalmazhatok, hogyha ebből a jóértelmű, nagyívű összefogásból, ami jelenleg akár gyorsaságban, akár pedig a szó szerint az életszerű, pontos jogszabályoknak a gyors kijövetele vonatkozásában megvalósul, ebből valamennyit is át tudunk menteni a úgynevezett békeidőszakra, akkor valóban igaz lesz az IMF-nek, hogy a legkevésbé sérült országok közé fogunk gazdaságilag tartozni, sőt, mi több a legjobb felé, hiszen ez mutatja, hogy egy vészhelyzetben Magyarországon, tisztelet a kivétel, mert az mindig akad, az emberek és a gazdák abszolút össze tudnak fogni.
annak érdekében, hogy a gazdaság fennmaradjon, a gazdaság működni tudjon. De itt, ha csak megemlítem, a humán erőforrásokon kívül azokat az embereket, akik nap mint nap, akár állatorvosként is, ugye a pandémia ellen fellépnek, hiszen az állatorvosok eddig is ugye a vírussal küzdöttek, és nagyon sok dolguk volt az ASP kapcsán, a PRSS mentesítés kapcsán, a madárinfluenza kapcsán. Most gőzerővel dolgoztak azon, hogy adott esetben, hogyha a telepen fellép egy fertőzött, akkor hogyan kell munkahelyi karantént megvalósítani, hogyan kell ebbe megfelelően részt venni. Hát a humán egészségügybe dolgozókról nem is beszélve, akik ugyanúgy így nappal látéve teszik a dolgukat azért, hogy ez a járvány ne csúcsos legyen, hanem ellaposított legyen. Egy dolog még mindenképpen fontos, hogy a Nagy István agrárminiszter kiemelte, hogy a munkaerőbiztosítás az egyik legfontosabb feladat, és ennek megfelelően a gazdaságvédelmi akcióterv egyik talpontja a munkaszüret akció volt, ugye ez egy mezőgazdasági álláslehetőségeket kínáló internetes oldal. Hol tart ez, hiszen jó híreket hallottunk róla? Volt, amikor úgymond megfelelő időben, mások szerint ideje korán a minisztérium ezt a munkaszület nevezetű tevékenységét meghirdette és a honlapot működni tetni kezdte, akkor voltak, akik azt mondták, hogy minek ez, hát nem szükséges. Én az elmúlt héten két magánszervezet, tehát olyan cégnek a hirdetését hallottam, amelyik pénzért ugyanúgy munkaerőt közveti. Tehát, amit a minisztérium megtett hetekkel ezelőtt, az mára beért. És nézzük meg, hogy a versenyszféra nem fog olyan tevékenységet csinálni, amiben nincs haszna. Tehát nagyon időben, nagyon pontosan reagált a minisztérium erre a helyzetre, ami ugye a munkaerő felszabadulását, elbocsátásokat és a mezőgazdaságban való munkaerő hiányt jelzi legfeljebb. Ugye a minisztérium, és ezt idézőjelbe teszem, teljesen ingyen végzi ezt a feladatot, amíg más magáncégek nyilvánvaló anyagi ellenszolgáltatásért. Tehát ez megint egy tipikus példa arra, hogy az időbe való válaszok, azok mennyire fontosak. És ezt nem is kell hangsúlyozni, hogy amit a magánszféra utána felölel és pénzt lát benne, az időben megvalósítani, az egy rendkívül dicséretes dolog, és tovább is azt kell mondanom, hogy akár az agrárgazdasági kamara, akár a MÁSZ, akár terméktanácsok, ha fordulnak a minisztériumhoz problémákkal, akkor valóban értő válaszokat is kapnak rá, és a jogszabályok ezt tükrözik, akár ugye ma már a két órás foglalkoztatásnak az állami támogatása, akár a Széchenyi kártya, és most hajt ne soroljak kedvezményeket, hitelkedvezményeket, hiszen nap mint nap tömegével jönnek ki azok a rendelkezések, amik azt célozzák, hogy ebbe a nehéz helyzetbe kezet kell nyújtani a gazdának, kezet kell nyújtani azoknak az ágazatoknak, ahol nagyon súlyos gondok vannak, mert ne feledjük el, azért a zöldségesek, a fóliások, üvegházasok nagyon-nagyon nagy kitettségben vannak. A tavaszi fagyok komoly gondokat okoznak a gyümölcstermesztőknek. A borászok, ugye a Horeca szektornak a teljes bezárásával, a online eladásokon kívül és a nagy áruházakban való bor felvételen kívül teljes piaci beszűkülést szenvedtek el. A halasok úgy szintén, és most nem akarok minden ágazatot sorolni, a húsmarhásoknak az elkövetkező hónapok lesznek nagyon nehezek bizonyos piaci problémák miatt, különösen a török piacra utalok, ahol nyilvánvalóan
nem lesz vendég, nem lesz turizmus, nem lesz szükség annyi marhahúsra, mint az előző években, és értelemszerűen a magyar export egy jelentős része a húsmarha vonatkozásában az török piacokra kerül, de ugyanúgy ugye a olasz piacok is nagyon jelentős felvétellel bírnak, amit alapvetően Franciaországból elégítenek ki. De látható, hogy nagyon-nagyon fel kell készülnünk, figyelemmel kell kísérnünk az európai mozgásokat, a világgazdasági mozgásokat, és ehhez úgy illeszteni azokat a támogatásokat, amit még egyszer mondom, egyrészt a termelés fenntartását, az életbemaradást, és természetesen az újraindulást kell, hogy célozzák. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!